A kis Gitta 2690 grammal 50 cm-re jött a világra, a kórház legvidámabb barakjában, amely ezúttal a Nyugalom szigetének is számított, ugyanis az újszülött végigaludta a polgármesteri látogatást. Neki egy nővére van. Gittának már van egy iskolás testvére, így az édesanyja már tapasztaltnak számít. A kislány egyébként természetes szüléssel jött a világra. Nagyon könnyű szülés volt, illetve hát nem is azt mondanám, hogy könnyű, hanem inkább gyors, mert roham léptekben úgy döntött a Gitta, hogy akkor most ez év első napján meg fog születni. És hányadikára volt ki? Egyébként 8-ára, tehát ő pont egy héttel jött korábban, mint a kiírt időpont. És ahogy ez már hagyomány, Székesfehérváron a polgármester ajándékcsomaggal köszöntötte az édesanyját, az újszülött pedig egy 200.000 forintos kötvényt kapott, amely majd 18 éves korában remélhetőleg gyarapodva segítséget nyújthat a felnőtt élete elkezdéséhez, mondta Cserpalkovics András. A dolog szimbolikus, hiszen azt szeretné a város kifejezni minden évben, hogy a család életében és a közösség, a nagyobb közösség a város életében is a legnagyobb dolog a kisgyermek, és ez azon kell mindenkinek dolgoznia, mindenkinek a családokat segítenie, hogy minél több kisgyermek láthassa meg a napvilágot, és minél több kisgyermek itt Székesfehérváron kezdhesse el aztán a kis életét, és érezze is jól magát, érezze otthon magát városunkban. Átlagosan egy ilyen 10 szülés van. 2011-ben sok dolguk volt a szülészeknek, mondja Hagymási László osztályvezető főorvos. Több mint 2500 gyermek született a kórházban, csak az új év napján 7 gyermek jött világra Fehérváron.